Dicsértessék a Jézus Krisztust! Jézus áldjon! Ha hol kapnak el engemet? Jó Isten! Kim voltunk Szárhegyen, azt mondták ide jött. Ide elszaladtuk, itt azt mondták innen megy vissza. Hát most már végre sikerült. Egy hónapja, két hónapja, illetőleg október óta nagyon-nagyon beteg vagyok, állandó jelleggel. Mi baj? Hát először is megtörtént az autóbalesetem. Tudják, ugye? Hallottam róla. Igen. Csak magától utána, nem, hogy hol volt, hogy volt? Utána jött egy tüdőgyulladás, feladták az utolsó kenetet, megéltem. Nem tudom, hogy miért. Azt kutatom állandóan, hogy miért küldött vissza a Jóisten. Nem voltam egyedül soha. Hát először is az Úristen velünk volt. De én ekkora cellában, mint ez, heten voltunk. Volt úgy is, hogy hárman voltunk egy ágyban. Két püspök lábánál feküdtem én. Na most már mit mondjak? Egyedül nem volt időm, hogy egyedül legyek. Voltam egyedül, de a szekuritátért. A szörnyű volt. Az igen, az nehéz volt valóban, és ott kétségbe is lehetett volna esni, és majdnem kétségbe estem, és egy kicsit meg is zavarodtam. És hogyha nem zavarodtam volna meg, akkor valószínűleg kivégeztek volna, és így kénytelenek voltak engem elengedni, a bolondot nem lehet tartani ott, ugye? Tehát az Úristen néha különlegesen gondoskodik az emberről. Egy biztos, hogy hit nélkül élni nem lehet. Remény nélkül még kevésbé. Még 24 óráig sem lehet remény nélkül élni. Minden pillanatban, s most is a remény bennünk van. Május 10, az annyit jelent, II. János pápa előtt egy héttel születtem. A családban 10 testvérem volt. 6 már gyermekkorukban meghaltak, akkorjában a gyermekhalandóság igen nagy volt. Korán kapcsolatban léptem a politikával, és ez eléggé megfertőzött engem egész életemre. Aztán a bőrömön is éreztem azt, hogy mit jelent a kisebbségi sors. Kezdettől fogva kijelentettem, hogy nem akarok ganyi, hányó lenni. Később az lettem. Később, ugye az később. Ott, hogy mégis megkóstoltam, hogy mit jelent. Apám azt mondta, hogy ha nem tanulsz, akkor suszterinasnak adlak. Úgy féltem a suszterinasságtól. Mert tudtam, hogy a szíjas sor az hozzájár az inassághoz. Tehát próbáltam tanulni, és megkezdődött a 8 éves gimnáziumi tanulmányom. Elkerültem 2. osztályba, Székelyudvarhelyre, nagyszerű tanári karunk volt. Most is áldom az emléküket, olyan egyetemi tanárok is kerültek ki később közülük, de kitűnő tanárok voltak. Néhányat azért tessék elmondani. Dobos Ferenc volt a legnagyobb, a történelem tanárom. Nagyon, de nagyon szeretem. Család, vagy a halálos ágyánál én voltam, de úgy 15 év múlva. Dobos Ferenc volt az én osztályfőnököm. Az osztályfőnöki órámkon mindig munkácsról beszélt,
Rákóczi-ról beszélt, Zrínyi Ronáról beszélt, Frangepánról beszélt. Ez volt az osztályfőnöki óra. Tanár úr ott halálos ágyán a lélek halhatatlanságáról beszélt. Megható, soha el nem tudom felett. Azon az éjszaka meg is halt. Csodálatos ember volt. És a többiek is csodálatosabb neveltek. A mi társaink közül kitűnő nyelvtehetségek voltak. Például a német nyelvben Gróf Kun Zsiga Ausztriába végzett, Svájcba végzett, tökéletes német volt. A másik páter pedig Olaszországba végzett, az pedig az egész Szentírás fordította, illetve elmondotta olaszul, és mi utána mondtuk. Na most már volt egy unitárius püspök helyettes, aki Amerikában végzett, ő az angol tanította. Volt egy román herceg, Gika herceg, aki franciául mesélt nekünk a francia irodalom legjobbjairól. Voltak, akik latinul akartak tanulni, és azoknak én adtam a leckéket. Tehát lefoglaltuk magunkat. Nem engedtük azt, hogy bárki is unja magát. Nem. Semmilyen körülmények között ez beszedelmes lett volna. De aztán természetesen, hogy a Morse ABC-t is mindannyian megtanultuk, és a szomszéd cellákkal kapcsolatban voltunk. Még az 5.-6. cellával is beszélgettünk a barátainkkal. Tessék elképzelni, hogy 7 éven keresztül, mind ahogy itt ülünk, reggel 5 órától este 10 óráig, ültünk egymással szembe. Tudják, mit jelent az? Egymás szagolni. Egymásnak az elkeseredését valahogy mérsékelni. De ezt is csak imával lehet, másképp nem. Akkor 38-ban érettségizett Ervin atya. És onnan egyenesen mentem a noviciátumba. Az Medgyesen volt? Medgyesen, igen. A nagy Szászvárosban. És ott mennyit tetszett ülni? Egy évet, pont egy évet. Akkor kalendárimi naptól kalendárimi napig tartott a noviciátum. Ha valaki egy nap hiányzott, újra kellett kezdenie. Az évet? Szigorú volt. Onnan ki nem mozdulhattunk. Még az Árda másik részébe se szabadott átmenni. Külön kápolnánk volt. Hát, szóval most egészen más. Egy évet ilyen szigorúságban tölteni? A legnagyobb szigorúságban. A kezünkbe adták, ahogy megérkeztünk oda, beültöztettek hivatalosan, kezünkbe adták a trágyás talicskát, megyünk ki a szőlőbe kapálni. Végigvittük a városon, azt hittük, hogy elsüllyedünk. A szász lejárták a teniszpályán, csak úgy táncoltak, arra felé sem mertünk nézni. Na, jaj, Istenem, micsoda világ volt. Elérkeztem a Vajdahanyadi teológiára 1939. október 10-én, ahol egy kitűnő tanári kar volt. Mindenik 8-an voltak, mindenik külföldön végzett. A legtöbben Rómában. Közöttük volt egy velencei tanár, Gatti Kelemen, aki később vértanú lett, aki csak latinul beszélt velünk, minden tantárgyat latinul tanultunk, a történelmet és a pasztorális kivéve. A filozófiából én az első vizsgámot Leninről feleltem. Tehát a marxizmus már ott 40-ben tanított. Na jó, Isten hozott! Inkább itt kérdezik. A legkisebb magyar. Itt a közöttünk a legkisebb magyar Tarzi atya. A legöregebb barátom. A legöregebb. Az Antal. Antal. Isten hozott. Híred, kicsoda minisztrásom lesz hónap. Gyertek helyet. Jelenkezett. Szépen.
Akinek nincs esze, halljon éhen. Tessék. Ám, muszáj menni. Megyünk el szobátára fürödni egyet. Fürödjetek helyettem is, mert olyan mocskos vagyok, hogy... Na, hát majd jövünk. Jó, jó, köszönöm. Ismernetek. Mind a rossz pénz úgy ismernetek. Na jó. Menjünk már. Oda is kell mennem. Na, mit csinál? Tehát itt most már föl lesz szabad a kolostor. Klauzúra vekszünk. Nem búcsúzom. Őserdő, 100 éves, 120 éves erdőbe, ekkor erdő. Jó, erdélyi vagyok, és erdőket láttam, ilyen erdőt még sose láttam. Jó, hogy el nem vitték a románokat. Csodálatos. A meddig se tudnák elvinni. Jaj, Istenem, akkor... Jaj, édes jó Istenem. Hát ez... ez hát észre meg kéne várják, hogy én innen tűnjek, és... Láttam felülőről az erdőt, a bal lábomot rátettem az első négyzetméterre, most pedig alulról láttam az erdőt, valami csodálatos. De mit mondjak, így kell fölnézni, ne, mint a gyilkostónál a sziklákra. Olyan hatalmas, nagy, 100-120 éves erdő. Csodálatos. Hát, érdemes volt érte megküzdeni. És ez most már akkor az Ervin atyáé? Kérem? Ezt akkor most visszatetszett kapni? Nem én, a Jóisten kapta vissza. A kolostor kapta vissza. Igen, most már, ha úgy lesz, akkor a gyermekeknek a jövője biztosítva lesz. Ha a Jóisten így adja. Ha bármi történik. Mert az övék az erdő. A szegény gyermekeké. Most bocsásd el, Uram, a te szolgálatod békesség. Ó, Uram, bár még 10 évet adj neki. Hamar egy pálinkát. Elkövetkezett 1940. május 10-e bevonul Hitler Párizsba, és ekkor a mi tanárunk, ez a Krizolog atya, azt mondta, majd visszajön onnan, de futva. Amikor megtörtént a bécsi, második bécsi döntés, abban bizony sírtunk. Ahány ott voltunk, mi sírtunk. Mert olyan lehetetlenül húzták meg, hogy nem tudtuk elképzelni, hogy miért tudnak Észak-Erdélybe örvendeni a magyarok ennek a döntésnek. A románok is sírtak, mi is sírtunk. Észak-Erdélyből menekültek át a románok Dél-Erdélybe, Dél-Erdélyből a magyarok Észak-Erdélybe, egy-egy kofferrel, egy kis csomaggal, szóval keserves dolog volt. És a király megbukott, elfutott, jöttek a vasgárdisták a szörnyűségeikkel, mi hallottuk, hogy a zsidókat hogy kínozzák, hogy jajgatnak ott a városban, nem volt sok zsidó. Vajdahunyadon, de akik voltak, azokat nagyon-nagyon megkínozták. Aztán jött Antonescu, megbuktak a legionáriusok is. Az egyházmegyei teológia Gyulafehérvárról átment
Tolozsvárra a tanári karral együtt, a püspök úr maradt egyedül ott. Őt nem kérték, hogy vigye át a püspökséget is? Kérték, de nem. Erdély fővárosából nem megyek el. Mert hát ott volt Erdély főváros, nem Kolozsvár volt, hanem Gyulafehérvár volt, ősi idők, 1000 év óta. Nem hiába került oda a püspökség és a katedrális. Jakab Antal, akkori egyetemi lelkész hozott egy levelet nekem a provinciálistól, hogy készüljek föl, és azonnal menjek Kolozsvárra a Bolyai Egyetemre beiratkozni. Miért tetszett beiratkozni a provinciális? A provinciális nem kérdezte velem, hogy mire akarok iratkozni, latin-magyar szakra. A provinciális Boros Fortunát? Boros Fortunát. Szigorú ember úr. Én önállóan ott hagytam a magyar szakot, 3 év benne van az indexembe, de átmentem a latin-görögre és az archeológiára. 47-ben végeztem, és 48-49-ben 2 doktori évet aláírt a professzorom. Tehát készültem. Igen ám, de 49-ben már azzal a föltétellel engedtek volna a disszertáció megvédésére, hogyha levetem a csuhámat. De ezt ki követelte? Ezt a dékánátuson voltak valami harmadik rendi benfentesek, akik jelentették nekem, hogy ez a föltétel. Én nem fogadhattam el ezt a föltételt. Tehát ezt csak így informálisan jelentették? Informálisan, igen. Tehát nem volt. Aztán én azt mondottam, inkább a csóha, mint a doktorátus. Áldjon meg téged az Úr, áldjon meg téged az Úr, és őrizzem meg tégedet, világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad, fordíts az Úr az ő orcáját animet sanitatem animetut elam te autoritate percipiam per Christum Dominum nostrum. Kérünk Uram, áld meg ezeket a ruhákat, amelyeket a szent szolgálat közben mi használni fogunk. Kérünk, hogy azt méltóképpen viseljük, és ahhoz méltók legyünk, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Aspergesz me Domine, hiszópoet mondábor, lavavis me super nivem del bábor. A börtönben volt bor. Tessék elképzelni. Hogyan? A rob mindent kitalál. Ősszel küldöttek nekünk szőlőt hazulról. Szőlőt. Kicsavartuk a szőlőt, betettük egy ilyen orvosságos üvegbe, elástuk a földbe, ősszel, egy hét alatt kiforrott. Voltak nekünk penicillines kicsi üvegeink ekkora, a miséhez egy ennyit kehelybe, kehely volt az, ezt használtuk. De hát ott is hozzájutottunk, titokban még lehetett misézni is. Az nagy dolog. Köszönöm, hol volt az mondja? Mondtam, hogy mi papírt tudja ez a szóval. Jó, Istenem! Kulcsot visszaadtam. Jó, na, menjünk be! Istenem, Istenem! Jó, te! Hát ez mi az? Kérjük, hogy te
milyen boldog. Na, hát ez nem ezt kell kiosztani. Volt írásos is, de az elfogyott. Elfogyott, minden? Nem tudom, hogy még van-e fent, valahol van. Jaj, Barba, a 602. Hol van? Hát én nem tudom. Hát hol vannak ezek? 602 volt írásos. Na, én nem értem. Kiállsz le, hogy menj, vigyed! Egy másikat még kérek szépen, csak két kislánynak odaadom, ez elég lesz most. Azt, akik elmentek, azok is. Hát itt 600 kép van. Ó, mindig jönnek, zavarnak, ne, hát ez ilyesmit csinálni. Ham! Amikor az utolsó nagy ünnepség volt Székely udvarhelyen, úrnapi nagy körmenet, a papság ott volt, és az utolsó utasításokat adta a püspök, a szentmisén nekem kellett beszélnem. Fiatal pap voltam, letérdelek a püspök előtt, és püspök elé áldjon meg, azt mondja, miről beszélsz? Az áldás helyett, és mondom, hogy miről fog. Te, én már nem védhetlek meg téged, érted-e? Ez volt az áldás. Azt mondtam, tűzbe megyek érte. Az ebéd alatt az utasításokat megadta, egy hét múlva lefogták, az ő kinevezett két utóda, a vikáris generális Boga Alajos volt az első, a második Sándor, mind a kettő meghalt a börtönbe, igen. Volt egy módszer, hogy ki kell nevezni egy úgynevezett titkos ordináriust, titkos püspök helyettest. Kormányzási szempontból azonban az volt, mint mondottam, a szokás, hogy kettőt a püspök kinevezett, és hogyha az elsőt elvitték, a második lépett be a sorba, de kinevezte a második utódját. Senki a saját utódját nem nevezhette ki, hanem az elődje nevezte ki az ő utódját, és ő így ugorva, ló lépésben. Na kérem szépen, mehetünk-e? Természetesen. Harang. Mehetünk. Harang. Szent anya üdvözli, te szülted a király, kiföldeteget a századokon át, birodalmas erővel. Szent anya üdvözli, te szülted a király, kiföldeteget a századokon át, birodalmas erővel. Dicsőség az Atyának és Fiúnak, és Szentlélek Istennek. Isten hozott mindannyiatokat. Azzal a mottóval kértelek, hívtalak titeket, hogy segítsetek, segítsetek. Miben segítsetek? Segítsetek hálát adni. Édesanyának 10 gyermeke volt, 10. Egyedül maradtam,
és itt vannak a maradékok. Itt vannak a maradékok. Köszöntöm az én jó barátaimat. Mindenünnen összejöttek, majdnem minden egyházközség zárda képviselve van itt, ahol én valamikor szolgáltam. Én vagyok a legfiatalabb, azért vagyok itt szolgálatban. A múlt héten a 70 éves érettségi találkozót ünnepeltük Csíkszeredában. Megfelelőképpen. Most pedig az 1943. június 6-i szenterést és a június 20-i, a tegnapi nap volt a 65 éve annak, hogy Márton Áron püspök minket felszolgált. Van öt esztendő az oltár szolgálatában. Hogyan született? Hivatás. Valaki hívta. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Sőt, valamikor, hogy hívta az Úr Jézus? Az Úr Jézus körül járván, ugyanúgy, mint régen, megállott egy ifjú előtt, jöjj és kövess engem. Belenézett a szemébe, a szeméből a lelkébe, és az Úrnak hálójából nem volt menekvése. Adjunk hálát a Jóistennek, mindenért, ezt írtam rá az emlékképre is, hála, Uram, mindenért. Ebben a mindenben elsősorban egy szót tudnék kiemelni. Hála az életért. Az életért. Az élet a legnagyobb titok. Annak lét kezdett felvilágosítani engemet a titkos római intézkedésekről. Engem küldött a legtöbbször, hogy értesítsem a következőt, ki van kinevezve. Hogy történt az átadás? Hát, letérdelt és elmondta, hiszek egyet. Mától kezdve te vagy a Márton Áron püspöknek a jurisdikciós utóda, ordinárius. Ordinárius substitutus, vagyis helyettes ordinárius. Egymás után fogták le, akkor került sor a szebeni főesperesre, akit Harasztosra deportáltak. Egész elhagyatott vidék Torda, Tordától 14 kilométerre, de valahol elhagyatott helyen állott meg a vonat, ott kellett nekem éjfélkor leszállanom, és a térkép alapján sötétben megkeresnem a plebániát. Hát őt is felzörgettem, és hasonlóképpen tudomására hoztam, most már készül fel, nem csak a vezetésre, hanem a bőrt, esetleges bőtörre is. Anyám csicsiből a hitet kiszokta. És ugye katolikus iskolákban tanultam, katolikus gimnáziumban, nekem ugyanaz, mint a levegő. Ha kiszívják a levegőt, ugye akkor a egér is megdöglik. Én hit nélkül nem tudok élni. Márton Áron kiszabadult Bukarestbe. Hivatott Anaklét,
elém tesz egy alaprajzot, egy háznak az alaprajzát, nézzem meg, és próbáljam rögzíteni, és egy fél óra múlva visszajön, kívülről nekem le kell rajzolnom. Nem tudtam, hogy mi az, mi akar lenni. Hát a bukaresti érseki palotának az alaprajza volt, emeletekkel együtt. Elmész oda, ott várnak ekkor és ekkor, ennyi és ennyi perckor, valaki vár ennél is, ennél a fordulónál, az bevezet ide, a másik tovább vezet oda, 8 óra, 2 perckor pedig, amikor jön a püspök a reggeliről, akkor bemész hozzá is, következőket mondod meg. Szóra-szóra így történt. Kértem egy rövid áldást, és már el is tűntem. A püspök nem volt hajlandó visszamenni Fehérvárra, addig, amíg a béka papság ott van. Teljesen izolálva volt Bukarestben. Fel kellett világosítani a egyháznak a helyzetéről, én ezt tettem lényegében. Ez volt az üzenetnek a lényege. Ez februárban volt, közben a fehérváriak jártak le hozzá, próbálták meggyőzni, de ő nem volt hajlandó addig hazamenni, amíg március 25-ére hazaengedték, és azelőtt egy pár nappal letartóztatták az összes még jelentős ordinárius jelölteket, illetőleg vezetőséget. 15 papot. Behívott ott a püspök úr, és azzal bízott meg, hogy mindenkinek egy-egy ügyvédet szerezzek. Kolozsváron egy nagy tanácskozást tartottunk a tárgyalás előtt. Az ügyvédek fogalmuk sem volt, hogy miért fogták le, mi a tárgyalásnak, vagy a vádnak a lényege. Barta Nácinál voltam, akkor ő volt a legfőbb ügyvéd Kolozsváron. Nekünk konfráterünk volt, illetve hát ugye Táti, ahogy mi neveztük, jóba voltunk vele, ismertük őt, nyugodtan beszélgettünk egy éjszaka az összes ügyvéddel, és másnap volt a tárgyalás. A püspöknek a titkárát Ferenc Bénének nevezték. Senkinek be nem szabadott mennie a tárgyalásra, csak az első fokú rokonságnak, apa, anya, testvér. Én Molnos ügyvéddel odaállok a őr elé, kihez akarok bemenni, Ferenc Bénihez, testvérem. Bulletinemet mutattam, beengedtek a tárgyalásra. Reggeltől estig ott voltam. Végighallgattam az egész tárgyalást. Este jön hozzám egy szekurista főhadnagy, azt mondja, maga kihez jött? Mondom, Ferenc Bénihez. Ki az a Ferenc Béni? Mondom, a testvérem. Ott hagy, és fölmegy a színpadra, ott volt a felsorakoztatva a vádlottak, és oda hajol Ferenc Béninek a füléhez. Hű, itt nagy baj lesz. Jön vissza a főhadnagy, maga milyen testvére Ferenc Béninek? Mondom, paptestvére. Az apád, az anyád, az ilyen, olyan. Ha még egyszer magát elkapjuk, soha életében napvilágot nem lát. Ha megtudja ezt a Szabad Európa Rádió, akkor jaj magának. Érti? Jaj magának. Hát én rögtön kivoloncoltak, onnan futottam haza a Krisán utcába, ott Horea utcának a beszögelésénél. A Kismező utca. Hát ott volt a sogornőmnek, a Zolti öcsém lakása, szüleinek a lakása. Állítok be, Béla, hallottad, hogy Kolozsváron valamilyen nagy papi per van, most mondta be a Szabad Európa Rádió. Azt hittem, hogy összeesek. Nem is köszöntem, rohantam ki az állomásra, rohany az első gyors vonattal letornyára. Szerencsénkre a Jóisten irgalmas. És tudja, hogy milyen nehézségek, milyen
hányadik században születtünk, milyen környezetünk volt, ugye egy francia filozófus erről beszélt, milyen szüleink voltak, milyen géneket örököltünk, milyen politikai körülmények között éltünk. Csak az Úristen tudja, hogy mi van a szívünkben és májunkban. Aztán következett a Magyar 56, és utána következett az erdélyi intelligencia értelmiségnek a lefejezése. Az első per természetesen a Szoboszlai per volt. Ervin atya tőle szerzett először tudomást, hogy van egy ilyen föld alatti szervezet? Az nem is volt szervezkedés, hanem gondolkodtunk. A 55-ben a genfi béke enyhülési korszak volt, mindenki azt hitte, hogy most már vége a kommunizmusnak. És arra gondoltunk, hogy ha több párt rendszer lesz, akkor mi is egy keresztény demokrata programmal jelentkezni fogunk, talán Erdélynek, Magyarországnak, a románoknak, magyaroknak a közös problémáit meg tudjuk oldani. És utána pedig megszerkesztettük a párt programot, Keresztény Munkáspárt címen. 400-at tartóztattak, lehallgattak ki a Szoboszlai perbe. Ebből kiválasztottak 57-et. 56 után 57-et, ez a könyvemnek a címe. És ezek között szándékosan grófokot, bárókot, hercegeket elsősorban, nagybirtokosokat, aztán papokat, katolikus papokat, egyetemi tanárokat, orvosokat, és egyetlen egy munkást tartóztattak le. Egyetlen egy munkást, annak is két tanár fia volt. Egyetlen egy munkást. Csúfot üztek belőlünk, Partido Muncito es Crestin. Nagy koncepciós pert csináltak belőle, és nem lehet tudni a mai napig, hogy mi az igaz, és mi a hazugság. Mi az, amit bevallott az illető, mi az, amire rákényszerítették, hogy írja alá, mert egy idő után mindenki úgy el apátiába esett, hogy hozzanak ide akármit, ha a felakasztásomot kérem, azt is aláírom, csak már egyszer legyen vége. Később tudtuk meg, Moszkvából irányították, és alakították át az összes vallomásokat a forgatókönyv szerint, hogy összeálljon egy egységes egységgé. De ez külön cellákban voltak ezek az emberek? A halálra ítélteket a végén közös cellába tették, az életfogytiglaniakat pedig a szomszéd szobába tartották, abban voltam én. Készültek nyugodtan a halálra. Készültek. Egy másik pap is volt velük, aki átszól a falon, hogy te Ervin, azt mondja, elfelejtettem a misének a latin szövegét, elfelejtettem, milyen szó következik, mondd meg. Másnap tudták, hogy kivézzik őket, és azon álmodozott szegény, hogy a misébe hogy mondja helyesen latinul a következő szöveget. Dehogy szenvedtem. Nem mondja senki, hogy én szenvedtem. Nem akarok hős lenni. Én nem szenvedtem. Én elfogadtam azt, ami ott volt. Elfogadtam. És pedig bűnbánatilag elfogadtam. Megérdemeltem, uram, megérdemeltem. Azokból még élhetnek, akik jelen voltak ott azon a kivégzésen. Azok nem biztos, hogy olyan idősek voltak. Nem biztos. Ezek is ugye terror alatt voltak. Nem mertek beszélni, de mindig részegek voltak, halálig. Szörnyű volt ezeknek a sorsa, szörnyű, mint a miénk. Nem szerettem volna a helyükbe lenni. Nekik is le volt írva, hogy mit kell kérdezzenek, hogy kell irányítsák. Azt szerint irányították.
Atya, maga találkozik Szent Péterrel. Én remélem. Mit mond neki? Mit mondok? Az, hogy te is megtagadtad Jézust, én is majdnem megtagadtam. Na de csak majdnem. Ha majdnem. De nem én voltam ebben az a ludas, hogy majdnem, hanem a Szentlélek Úristen utolsó pillanatban a szájomba a da helyett nút adott. Az igen helyett nemet adott. Nekem elő volt írva, hogy 12 pontba mit feleljek, és a leglényegesebb pontnál megtagadtam a feleletet, és talán ez mentett meg a halálra ítéléstől. Ezt nem értem, mire tetszik utalni. Koronatanúnak szántak mindenkit, közösen vittek a tárgyaló terembe, engem külön dubával vittek, előkészítették, és megmondták, hogy mit feleljek. A 11 kérdés ártatlan volt. Arra nyugodtan felelhettem, hogy igen, 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 igen. A 12. kérdés volt a lényeges kérdés, és erre azt mondtam, hogy no. Aztán kitört a botrány. Az elnök elkezdett kárinkodni, a kísérő kapitányom, az ankétátorom pedig aztán megadta nekem 3 hónapig. Ott maradtam a szekuritátén, egyedül. Szerencsére megbolondultam. Úgy vitták át, aztán a aradi börtönbe, és ott is megállapították, hogy bolond vagyok. Kérdezték, hogy mire vagyok elítélve 3 hónapra. Bolond vagy Ervin? Hát, hogy képzeled? Mondom, lehet, hogy 3 évre. Bolond vagy Ervin? Mondott a Rádúj Géza paptársam. Hát mondom, hát nekem nem olvasták fel soha az ítéletet, valóban nem olvasták fel. Én nem tudtam soha, hogy mire vagyok ítélve. Csak közéjük kerültem. Mi mind életfogytiglan vagyunk, 5 voltunk életfogytiglan ítélve. Hát oda tettek be, te is életfogytiglan vagy. Nyugodj meg, velünk együtt. Halálig el vagy ítélve. Hát meg voltam láncolva, kezem, lábam. Örventem, hogy emberek közé kerültem. Örventem az, hogy jó társaságban vagyok. Jól bántak velem a társaim. Aztán magamhoz tértem lassan ki. Nem hirdettek nekem soha ítéletet. Engem ott hagytak a pincébe, a többieket elvitték rögtön Aradra, lejön az ezredes, és azt mondja, Schnellbach, a neve, nem Szabó Legény, vagy mi lehetett valamikor, azt mondja, na látja, egy gyufaszál kellett volna, s az egész ország lángra lobban. Mondom, ezredes úr, egy gyufaszál képes lett volna felrobbantani az egész szocialista népköztársaságot. Mondom, ez komédia. Nem komédia, azt mondja, mert ilyen veszedelmes társaságot nem láttam még. Hát valószínűleg, hogy azon gondolkoztak, hogy kivégezzenek, vagy ne végezzenek ki. Ha valamit még kiszedhetnek, lényeges dolgot, akkor ez jó lett volna nekik. Engem pedig a halál lett volna. De hál' Istennek kértem a Szentlélek Úristent, hogy valahogy adjon erőt nekem. Kínozták Ervin atyát nyilván. De olyan jól megnyugodtam utána. Nem törődtem semmivel. 3 hónapon keresztül én nem tudtam aludni. A szomszéd cellába állandóan jajgattak az emberek, az elítéltek, vagy a vádlottak. Vedervízzel locsolták, újra verték, ütötték, ordítottak. A kereperő állandóan szólt a úgynevezett levegő, szellőztető, zajt csinált, rám rontottak,
abban a pillanatban, amikor elszundítottam, már keltettek föl, 3 hónapig így ment. És én pedig minden nap 300-400-szor a vas ágynak a szélén végig táncoltam, ha verik a talpamot, akkor egy kicsit erősen meg. És közben pedig hát összeállítottam az európai nyelveknek a nyelvtanát. Összevetettem francia, olasz, görög, a görög alapon, a latin, a magyar, finnugor, szóval foglalkoztam valamivel, és emlékeztem. Fejben. De összetörtek egészen. Elmondjak egy esetet? Én nagy cigarettás voltam. Bekerültem, nem adtak nekem cigarettát. A társam kapott cigarettát. Én nem sejtettem akkor, hogy kicsoda. Véresen bedobták hozzám, négy télen rövid nadrágba. Én megosztottam vele a ruháimat. Később aztán beszéltem a hitről, katekizmusról. Együtt imádkoztunk, énekelgettünk. Közben előkészítették megyet minden egyes alkalommal. Az előbb nem mondtam el, hogy amikor fölvittek engem az ezredesnek a szobájába, a 11-esbe, és mondtam, miért nem beszéltem el generálisról, eszembe jutott hirtelen, mint egy villám, hogy csak az én társamnak beszéltem róla, senkinek másnak. Levittek, én nekiestem a barátomnak, kezdtem verni a fejét a falba, Júdás, vertem, berohantak az őrök. Ha be nem jönnek, meg tudtam volna ölni. Azóta tudom, hogy egy-egy gyilkosság hogy történik. A besugóknak a sorsa borzalmas. Zsarolással vették rá, vagy pénzzel, inkább zsarolással, fenyegetéssel, zsarolással. De én nem is ezeket hibáztatom, hanem azokat, akik ezt a rendszert megalapították. A börtönökben akkor már könnyebb volt. Jó, hát aztán utána ugye a börtönben, hát ott kapott az ember egyet-kettőt, és a munkatelepen nem tudom micsoda, hát azt el lehetett viselni. Hát már hozzád járult ugye. És ott dolgozni is kellett? De? Dolgozni is kellett? Nem szabadott nekem dolgozni 7 évig. 6,5 évig. Nem szabadott, hanem állandóan ülni kellett. A 20 éven felülieket nem vitték munkára. Reggel 5-től este 10-ig egy 4 ágyas cellába 7-8-10-en voltunk. Elképzelhető, hogy ott mi volt. És azok nem intelligens emberek, hanem mindenféle köztörvényesek is. Intelligens tábornokok, miniszterek összeverekedtek. Az idegük felmondta a szolgálatot. Hát, tessék elképzelni, hogy 8 órán keresztül így nézzük egymást. 10 órán keresztül, 12 órán keresztül. Egy darabig még mesélünk egymásnak, és szórakozunk, és tanulunk, és elmondunk regényeket, vagy nem tudom, sakkozni nem lehetett, nem volt semmi könyv, csak nézzük egymást, a végén kifogyunk a beszélbőt, és akkor kezdjük szagolni egymást. Kezd nem tetszeni az, hogy nyisd ki az ablakot, csukd be az ablakot. A kiblára te is vagy én ülök. Akkor aztán nevetségesnek látszott, de szörnyű dolgok történnek bent a börtönben. 57 végétől... 57 végétől, 58-tól egészen 63 novemberéig cellába voltunk, sötétbe. De nem is lehet elmondani, és nem lehet összefoglalni, ami egy ember életében megtörténik. És különösen pedig ezt az egész beszélgetést arra szántam volna, hogy politikailag hogy alakult ennek az országnak a sorsa, amit én átéltem. Annyi változáson ment át, legalább 60 kormánynak a bukását megértem.
Isten segedelméből. És én még élek. Atya! Maga tanítvány! Szolga barát! Én úgy mutatkozom, hogy szolgabarát vagyok. Erre hívta az úr? Hogyan? Erre hívta? Nem. Másoknak szolgálok. 21 helyen voltam eddig. 21 helyen, de úgy, hogy ide küldtek, oda küldtek. Azt szoktam mondani a nehéz időkben, hogyha valahol a rendtartomány fenekén egy szakadás volt, akkor Foltnak engem küldtek oda. Foltnak. Nekem egyetlen nyugodt percem a vonatomban. És itt megzavartak önök. Azt mondtam, hogy hát itt legalább magamra vagyok, és itt legalább csendben leszek. És kérem, jöttek. Itt sem vagyok. Atya, mindjárt elmegyünk, csak minél hamarabb. Come.